Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, és ma két vendégünk is van a stúdióban. Gelencsér András, vegyészmérnök, légkörkutató, a Pannon Egyetem rektora. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok. És Túpbíró Balázs, akivel találkozhattak már a műsorainkban, összeomláskutató, a Mi Alkalmazkodás Mozgalom hazai képviselője, a Betyáros Világ szemlélet formáló podcast műsorvezetője, és a Cassandra program társalapítója. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy velünk tart. Ma arról fogunk beszélgetni, hogy tényleg összeomlik-e a világunk néhány évtizeden belül. Nyilván mind a két velem szemben ülő úr erről már részletesebben beszélt különböző interjúkban, illetve akár írott, akár audio-vizuális különböző műsorokban. Nekem Gelencsér Andráshoz az lenne az első kérdésem, hogy ugye ő is azt mondja folyamatosan, hogy a földünknek az erőforrásainak nagy részét kihasználtuk, ez a továbbiakban is folytatódni fog, és az összeomlás elkerülhetetlen, hiszen azok a megoldások, amelyeket megpróbálunk adni ezekre a kihívásokra, általában zsákutcák. És akkor az ember, amikor optimista szeretne lenni, akkor azt mondja, hogy jó, de mi van, ha ön tévedj, vagy olyan jó lenne, ha nem lenne igaza. Úgyhogy rögtön azt kérdezném az elején, hogy ön miből vezeti azt le, hogy az törvényszerű, hogy ez így legyen. Mert olyan jó lenne, ha nem így lenne, de hát valószínűleg önnek van igaza. Igen, én is szeretném, ha tévednék, csak hát ugye itt vannak olyan törvények, természeti törvények, amelyek áthághatatlanok, és hát a, főleg a modern civilizáció abban az irányba halad, hogy ezeket a véges erőforrásokat elképesztő ütemben használja fel. Egyébként ezt tapasztalhatjuk magunk körül a környezetünkben is, hogy milyen módon alakítjuk át a környezetet, és annak még akkor egy olyan oldala, amit nem látunk, hiszen azt, hogy mondjuk a mi modern életünkhöz szükséges erőforrásokat hol bányásszák, hogy szállítják ide, mit csinálnak vele, ez nem látszik a hétköznapi ember számára, de ez óriási környezeti változással és károkozással jár. Na most a világunk úgy működik, hogy a Földből erőforrásokat nyerünk ki, és azokat energiaformájában hasznosítjuk, nem? Nem. Hát koncentrált erőforrásokat nyerünk ki, és vagy energia, vagy anyag formájában hasznosítjuk, hiszen ide tartoznak azok az ércek, azok az ásványi nyersanyagok, amelyek a bennünket körülvevő tárgyak előállításához szükségesek. És akkor itt adódik a kérdés, hogyha így alakult a világunk, hogy vannak dolgok, amiket elő tudunk szedni a Földből ilyen hétköznapian mondva, és azokat hasznosítunk, akkor az miért nem jó úgy, és miért kell rettegnünk attól, hogy ez viszont egyszer ránk omlik ez a szekrény? Hát azért, mert amiket használunk, azok konzervek, azok véges mennyiségben állnak rendelkezésre. Gondoljunk ez a nagymama lekvárjaira. Ott sorakoznak a lekvárok a földünkön, amelyeket kibontunk és felhasználunk, de nincs belőlük végtelen mennyiség. Ezt a föld állította, a föld főzte be nekünk ezeket a lekvárokat, különböző anyagoknak a dúsulásait, amelyeket mi technológiailag tudunk használni. Tehát a lekvárok a spájzból előbb-utóbb el fognak fogyni, hogyha nagyon rájárunk, és minden nap megeszünk egy fél bödön lekvárt, akkor előbb-utóbb kifogy a nagymama spájzából a lekvár, most itt a föld spájzából fogy ki a lekvár, és ez a lekvár nem képződik újra. Ilyenkor, ha a lekváros hasonlatnál maradunk, gondolhatnánk azt, hogy jó, de a nagymama újra kimegy a kertbe, újra leszüreteli a barackot, és újra befőzi a lekvárt. Nem, ez a lekvárfőzésnek az idő állandója az évmilliók, év tízmilliók, vagy akár százmilliók. Ezt a földtörténet során a földnek a belső folyamatai főzték be ezeket a konzerveket. Ezeknek a megújulási képesség a mi idő léptékünkben ez gyakorlatilag nulla. Azért is érdekes a megújulási képesség szó, mert ugye a megújuló energiáról gyakran hallunk, és gyakran azt ilyen messianisztikus erővel ruházzák fel, hogy majd az megment minket a pusztulástól. Ön azt állítja, hogy ezek zsákutcák. Miért gondolja ezt? Hát azért, mert nem is igaz, hogy megújuló lenne, hiszen ez anyagában ezek az erőforrások, vagy ezek az energiatermelési módok nem újulnak meg. Ezek egyszerű eszközök, kvázi háztartási eszközök, amelyek egy bizonyos használati idő után elfáradnak, hulladékká válnak, de semmiképpen sem alkalmasak arra, hogy ezek önmaguktól megújítsák, mint ahogy azt a természet teszi. Mondjuk ugye a napenergiára azt mondhatjuk, hogy az akár egy megújuló energia lehet, mert hogy a nap mindig süt, de akkor itt gondolom nem a nappal van a baj, hanem a napelemmel. Hát nem a nappal van a baj, azzal majd egy pár milliárd év múlva lesz baj. A napelemmel, amivel ezt mi átalakítjuk villamos energiává. Azok viszont véges élettartamú eszközök.
És akkor ez azt jelenti, hogy hiába használunk mondjuk napelemet, az lehet, hogy egy, a lelkiismeretünket nyugtatja, meg egy zöld mozgalomnak nagyon sok jót tesz, hogy tudjon magáról beszélni, de valójában abszolút nem a megoldás. Hát én nem azt mondom, hogy nem a megoldás, azt mondom, hogy abszolutizálni, tehát hogy annak tekinteni, hogy ez a egyedül üdvözítő és végső megoldás, annak nem szabad. Azt, hogy azt nem vitatom, hogy ezek természetesen alkalmasak arra, hogy energiát termeljenek, de meg kell nézni azt is, hogy ezt milyen áron teszik. Mekkora anyag és energia felhasználással, milyen környezeti károkat okozva, az, hogy nem itt bocsátják ki azokat a káros anyagokat, hanem a gyártásuk meg az előállításuk helyén, az egy a föld szempontjából teljesen mindegy. A mi szempontunkból nyilván kényelmes az, hogy mi csak a kész terméket itt használjuk, termeli nekünk a villamos energiát, és kevesebb áramszámlát kell fizetni. Azt mondta, hogy nem ez az üdvözítő egyedüli megoldás. Van üdvözítő megoldás? Nincs. Biztos. Olyan értelemben nincs, hogy egyedüli üdvözítő, egy egészséges arányban különböző célból, különböző ilyen energiatermelési módoknak az együttese az, ami mondjuk egy adott helyen, ahol az alkalmasak a feltételek, ez megfelelő lehet. De ez ilyen olyan recept, hogy a világban mindenhol egy adott technológia lenne üdvözítő, ilyen nincs. Akkor most fordulnék Stoffbíró Balázshoz, hogy ha nincsen üdvözítő megoldás, akkor mi lehet a legjobb és a legrosszabb forgatókönyv az összeomlás idejének, eljövetelének tekintetében? Nem tudom kellett mondani professzor úrnak, legalábbis, amit ugye hiszem az első cikkében fejtette ezt ki az első interjúban, hogy lényegében évtizedekről van szó. Erre szoktam mondani a kollégám, hogy 10 év, plusz-minusz 10 év. De ezt egy kicsit konkrétabban megfogalmazva, ez lehet 10, lehet 20, lehet 30, 40, 50, de nem valószínű, hogy ez a fogyasztói kapitalista rendszer, ez a növekedésorientált globális ipari civilizáció, amiben élünk és éltünk az elmúlt évtizedekben egy másfél évszázadban, ez ebben a formában sokkal tovább tudna működni, mint 2-3 évtized. Ha ez valóban így van, akkor gondolom az a célunk, hogy lelassítsuk a folyamatot. Illetve az a kérdés, hogy vajon majd egy fokozatos összeomlás jön, vagy így hirtelen omlik ránk az egész? Hát ezt is nehéz megmondani. Talán azért, kis önmagamnak ellentmondva, azért nem túl szerencsés ez a kifejezés, mert ugye ez egy eseményként jelenik meg az emberek fejében, de itt sokkal inkább események sorozatáról lesz szó, és újra a kollégámat idézem, ő mondta azt a hasonlatot, hogy ezt nem valószínűleg nem az vár ránk, hogy csordogálunk vidáman egy folyón, és egyszer csak jön egy zubogó vízesés, és aztán elindulunk 90 fokban lefele, hanem egy végtelen raftingot képzeljünk el, ahol gyakorlatilag nem lehet tudni, hogy mikor kacsint be a csónakba egy szikla, hol jön egy olyan zúgó, ahol fejreállunk, és ez lesz valószínűleg egyre inkább a mindennapi életünk kereteit. Ezek a folyamatok adják majd. Nehéz ezt így átlátni, de én azt tartom valószínűnek, hogy ez egy egyre határozottabban lefelé tartó ív, ami hát nagyon sok mindentől függ, hogy mennyire lesz göröngyös, de én úgy látom, és szerintem ezzel nem vagyok egyedül, hogy emberekként mindent megteszünk, hogy ez szinte a lehető legrosszabb legyen. Mit teszünk egyébként, akkor professzor úrhoz fordulok ismét, tehát hogy melyek azok a konkrét lépéseink, amelyel még rontunk is a helyzeten? Hát két dolog is van. Az egyik az, hogy semmi érdemit nem teszünk, tehát amit most mi mondjuk környezeti megoldásként akarunk eladni, zöld megoldásokként, azok nincsenek teljesen végig gondolva. Ezek többsége nincs is kész, tehát ezek félkész technológiák, amelyeket most erőszakkal akarunk elterjeszteni. Sőt, meglevő rendszereket akarunk kidobni, és azokat akarjuk felváltani más rendszerekkel, amelyek még sehol nincsenek. És ez óriási erőforrás és energia mennyiséget igényel, ami már csak korlátosan áll rendelkezésre. Tehát még gyorsítunk is rajta, ahhoz képest, mintha hagynánk így a dolgokat folyni, és aztán egyszer csak elindulnánk ezen a meredek lejtőn lefele.
De akkor mondhatjuk, hogy már a kiinduló pont rossz. Tehát, hogy valójában itt az energiaválságra egy még nagyobb, vagy egy energiaválságot előidéző megoldást próbálunk hozni, ahelyett, hogy valami teljesen más lenne a kiinduló pontunk. Igen, igen. Tehát az a erőltetett átalakítás, ami most tervben van, gondoljunk akár arra, hogy a belső égési motorokat le kell cserélni, kötelezően ki kell dobni, ezt neked nem lehet átalakítani. Tehát egy személy autót, amely belső égési motorral szerelt, nem lehet átalakítani úgy, hogy beteszünk egy akkumulátort, meg néhány villanymotort, és akkor úgy használjuk, hanem az mind bontó, és helyette vadonatúj eszközöket kell legyártani. Akkor lehet, hogy többet árt, mint használ? Hát bizonyos értelemben kidobjuk azt, amink van erőltetetten egy viszonylag rövid idő alatt, legalábbis a tervek szerint. Ez olyan, mintha rómaiak a római birodalom fénykorában megunták volna a Kolosseumot, meg a különböző addigi technikai vívványokat, és azt mondták volna, hogy ezeket romboljuk le, és építsünk valami teljesen mást. Hát nem csinálták meg, így is tönkrement egyébként, illetve összeomlott a római birodalom, de most azt képzeljük el, ha még ezt megcsinálták volna, hogy egy meglevő infrastruktúrát kidobnak, és helyette a már szűkös erőforrásokból próbálnak egy teljesen újat építeni. Azért érdekes, amit mond, mert ugye a zöld mozgalmak most függetlenül attól, hogy ez politikai zöld mozgalom, vagy szakmai zöld mozgalom, általában mindig a szakmaisággal érvelnek. Tehát azt mondják, hogy mi tudjuk szakmailag, kiszámoltuk, erkölcsileg is mi tudjuk, mert ez sokkal tisztább, sokkal jobb, de akkor ön például ezeket, mondjuk akkor konkrétan az elektromos autóknak a bevezetését a hagyományos robbanómotoros autók helyett, ezt ilyen áltudományos megoldásnak tartja? Hát nem áltudomány olyan értelemben, hogy ez egy működő technológia, tehát el lehet vele jutni A-ból B-be, de valójában abban a léptékben, amiről beszélünk, tehát 1,3 milliárd személyautó van a Földön, ebben a léptékben az erőforrások oldaláról ez nem megoldás. Szerintem egyébként a használat oldaláról sem, hiszen ezek nincsenek kész. Ezeknek az akkumulátor kapacitása az nem teszi lehetővé azt, hogy ezek abban a tartományban hatótávol legyenek használhatók, mint mondjuk a hagyományos gépjárművek. Teherszállításra például ezek tökéletesen alkalmatlanok. Azt elképzelhetőnek tartja, hogy itt az ideológián túl ebben például kőkemény gazdasági érdekek is megjelennek, az elektromos autólobbi kontra olajlobbi? Egyértelmű. Nem is biztos, hogy a kettő különbözik nagyon egymástól. Ez egy jó befektetési modell, hogy kötelező megvenni ezeket. Tehát ilyen még a világtörténelemben nem volt, hogy egy új technológiát úgy vezetünk be, hogy még jogszabály is kötelez bennünket arra, hogy mindenképpen ebbe az irányba kell mennünk. Amikor a kapitalizmus indult, mondjuk a Ford modellt megalkották, akkor nem volt ilyen törvény az Egyesült Államokban, hogy mindenkinek Fordot kell venni. Neki kellett olyan minőségű termékeket előállítani, reklámozni, stb., hogy ott az emberek megvegyék. Most törvény kötelez mindenkit, magát is, engem is, hogy x év múlva, hogyha közlekedni szeretnék, vagy autót szeretnék, akkor milyen autót vegyek. Balázs, önnek összeomláskutatóként mi a vélemény a zöld mozgalmakról, amelyek elvileg pont az összeomlást hivatottak megakadályozni? Ez nem egy politikai műsor, de csinálhatunk belőle azt. Valami hasonló. Tehát az ugyanannak az emberi viselkedésnek, meg hatalom és haszonorientált gondolkodásnak egy más típusú megnyilvánulása. És valószínűleg ezért sem várható változás itt az emberi civilizáció működésében, mert maga az ember gondolkodási sémái, viselkedési mechanizmusa, döntési mechanizmusai, ezek nem változtak. Éppen a napokban olvastam a 1513-as pápa választásról, ami esetünkben annyiban érdekes, hogy ott volt egy magyar játékos, ugye Bakócz Tamás versus egy Medici. És hát a Medici mai értéken számolva 5 milliárd dollárt tudott arra fordítani, hogy megvegye a konklávét, szegény Bakócz csak 1 milliárd dollárt. Na most kérdezem én, mert ez azért még jóval a kapitalizmus, klasszikus kapitalizmus előtt volt, hogy mi változott a világunkban, ha csak nem a léptékek meg a számok. Tehát alapvetően nem gondolom, hogy ez másképp működne.
az emberek hinni akarnak valamiben, mert hinniük kell, ugye ez a narratív megközelítés, kell a mese. Másrészt pedig, ugye klasszikust idézve, vagy kicsit átalakítva, minden a pénzről szól ezen a világon, kivéve a pénzt, mert a pénz a hatalomról szól. És hogy ez milyen módon van becsomagolva, az egy teljesen más kérdés. Nyilván itt az elmúlt évtizedekben, vagy fél évszázadban leosztódott, hogy mi az a 3-4-5 nagy koncern, ami az autógyártást viszi. És ez alá nagyon ügyesen berúgtak egy bombát ugye a dízelbotránnyal, és ezzel elkezdett ez a fajta amortizációja a belső égésű motoroknak, amit most megkoronáztak ezzel az irányelvvel, hogy egy adott határidőre le kell cserélni kötelezően ezeket az autókat. Aztán persze érdekes fordulat, hogy ebből pont Németország most éppen kifarul, de hogy ennek mi lesz a folytatása, hát szerintem mi mindketten azt gondoljuk, hogy 2035, ha nem is időben, de történések tekintetében még nagyon távol van. Sok minden lesz addig. Az összeomlás kutatás kapcsán beszélgettünk mi is többször arról, hogy itt a különböző természeti erőforrási összeomlásokon túl azért kőkemény politikai dilemmák is előfordulnak, és ugye az előbb mondta, hogy nem politikai műsor, de kikerülhetetlen azért az, hogy vajon a politikai döntéshozók mennyire hoznak meg olyan stratégiai döntéseket, amik akár tényleg lassíthatják ezeket a folyamokat, vagy mennyire hoznak olyan döntéseket, amelyek valamelyik gazdasági lobbinak az érdekeit kiszolgálják. Inkább az utóbbi, illetve hát olyan döntések születnek, amik láthatólag, amik gyorsítják ezeket a folyamatokat. Nem gondolom, hogy itt bármi más gyakorlatban számításba jöhet. Professzor úr, szerint a politika miért nem hoz valós? Látom, hogy az előbb nagyon csóválta a fejét. Szóval, hogy miért van az, hogy csak olyan megoldások vannak, amelyek hát felszínesek, és nem a mélyére nyúlnak. Vagy mert nem lehet a mélyére nyúlni? Nem is lehet, meg a pénz dominál, és a pénz irányít, és nyilván a politikusok a gazdasági folyamatoknak a követői és a rabjai, tehát ők olyan döntéseket hoznak, ami a gazdasági érdekeket kiszolgálja. Egyébként az emberek többségének is ez az érdeke. Tehát ők is jobban szeretnének élni, ők sem viselnek el semmiféle korlátozást, vagy nagyon nehezen, lásd a Covidot, és a politikusok akkor maradhatnak hatalmon, hogyha ilyen értelemben a választói kedvébe járnak, akiknek meg a jó lét az elsődleges. Ha már a Covidot említette, ott azért mintha egy kicsit lelassult volna a világ, hogy mennyire önszántából az más kérdés, hiszen nyilván korlátozások voltak. Ez a fogyasztás tekintetében, erőforrások kihasználása tekintetében jelentette bármit, illetve lehet-e olyan jelzés értéke, hogy vajon, ha ilyen a helyzet, hogy kevesebb, tehát hogy be vagyunk zárva, vagy ilyenek, akkor mondjuk kevesebb a fogyasztás, lassulhatnak az összeomlás folyamatai? Nem, ez nem volt az a lépték. Tehát ez a változás, ez, hogyha egy ilyen görbén ábrázoljuk, egy növekedési görbén, egy ilyen kis picsaklás volt, amit, hogyha a Covid elmúlt, utána ugyanúgy látjuk folytatódni, ugyanúgy ment tovább, tehát gyakorlatilag egy kis horpadás volt a növekedési görbén, de a trenden rajta maradtunk. Akkor nem mentünk vissza az 1200-as évekbe. Nem, hát ahhoz nagyon nagyot kellett volna esni, azt nem viselte volna el a társadalom. Ugye ezért nehéz, hiszen a társadalom megszokta, hogy fogyaszt. Nehezen tudnánk elképzelni azt, hogy nem a Voltról rendelünk ételt, hogy nem töltjük föl minden nap a telefonunkat, hogy nem tankoljuk meg az autónkat. Igen, hát mi sokan mondják, hogy ilyen gondolkodásbeli változásra van szükség, de az nem elég. Tehát a minap voltam egy ilyen kerekasztalon, ahol az egyik vitapartnerem, igazán nem vitatkoztunk, csak beszélgettünk, szóba hozta, hogy hát ezt a nagy utazgatást, ezt vissza kellene venni. De hogyha belegondolunk, ez nem csak egyéni döntés, mert erre egy egész iparág épül, sőt több iparág. Tehát hogyha ezt mondjuk megszüntetnénk, vagy erősen korlátoznánk, akkor mi lesz azokkal az emberekkel, akiknek ez adja a megélhetést? Mi lesz a nagy repülőgépgyárakkal, a szállodákkal, az egzotikus helyeken az emberekkel, tehát akkor valami alternatívát kell nekik kitalálni. Tehát az nem elég, hogy egyén hoz egy döntést, hogy mert ha mindenki ezt a döntést hozza, akkor összeomlott a gazdaság. Tehát ugyanott vagyunk, amit szeretnénk elkerülni. Tehát azért nagyon nehéz ezt, ez csak társadalmi szinten lehet ezt a kérdést kezelni tudatosan. Tehát ez ilyen egyéni döntéseknek
az eredőjéből ez soha nem fog következni. És akkor én visszatérek ahhoz, hogy egyáltalán lehet-e. Vagy, és itt behoznék még egy fogalmat, a kapitalizmust, hogy a kapitalizmus alapvetően mindig a növekedésre épül. És látjuk most például akár nemzetállami szinten, hogy mennyi mindent megtesznek politikusok, hogy kimutathassák év végén, hogy statisztikailag a GDP ennyit meg ennyit növekedett, vagy legalább nem csökkent. Sokszor ez játék a számokkal, de közben meg pont ugyanígy tetten érhető itt is a különböző olyan gazdasági döntés, ami nyomja a termelést, nyomja az eredményt, ami persze, hogy felemészti az erőforrásainkat. Hogy az a kérdés, hogy viszont ezzel párhuzamosan lehet-e vajon alternatíva? Mert én ezt nem érzem. Nem tudom, hogy van-e bárkinek bármi társadalom megoldási ötlete. Nincsen, de hát ugye ez a probléma, hogy a GDP növekedés, gazdasági növekedés, az nem tudott az energia és anyag felhasználásról leválni. Tehát, hogyha ezeket együtt ábrázoljuk, akkor ezek párhuzamosok, ezek a végtelenbe találkoznak, tehát ezek teljesen együtt haladnak. Egyszerűen nincs olyan közgazdasági modell, ami ezt a növekedést, és, vagy ennek bármiféle energia és anyagfelhasználással járó formát el tudja engedni. A világ mindig így működött? Szerintem nem. Nem. Hát azért annak idején az emberi társadalom hajnalán, meg a civilizáció kezdeti szakaszában örültek, hogy éltek, és egyáltalán nem volt erény a halmozás, meg a fogyasztás, hanem próbálták az energiájukat, erőforrásaikat optimálni a túlélés, megélhetés érdekében. Az, hogy ez a spájzolás nem is lehetett volna hol? Hát hogyan spájzoltak volna? Tönkrement volna, ha mondjuk ötször annyi búzát termelnek, mint amennyiük nekik kell, akkor ott nem tudták volna tárolni, nem voltak hűtőházak, semmi, tehát az mind ment volna az egereknek. Tehát az nem volt érdekük azért többet dolgozni, hogy feleslegük legyen. Viszont jól értem, hogy ez az emberiség hajnalán még az alapvető társadalmi egység az a család volt, vagy lehet, hogy az egyén, és amikor már elkezdték tárolni, akkor jöttek a városok, akkor jöttek azok az ókori struktúrák, amiket ma is. Nem az egyén volt, az egyén most. Most van az egyén, régen a közösség volt. Az, hogy család, vagy nagyobb közösségek, falu közösségek voltak az egységek. Tehát egy falu közösség az még fenntartható egyébként? Hát, hogy most fenntartható-e, arról ez mondjuk lehetne vitatkozni, de hogy a régen az ugye egy önellátó egység volt, nyilván azon a szinten, amit most senki nem szeretne magának, hozzáteszem. Annyi munkával és olyan életszínvonalon, amit szerintem, amire senki nem vágyik. És el se tud képzelni, és alkalmatlan is rá. Tehát azért azt ne felejtsük. Ez egy kőkemény fizikai munka, mezőgazdaság, állattenyésztés, vadászat, halászat. Hogyne, és nagyon szerény megélhetést biztos. És egyébként sok esetben vándorlás. Hát az, ha még régebben, vagy ha olyan, igen, az is volt, de amikor nem volt vándorlás, mert mondjuk letelepet, de életforma, akkor is az kőkemény, és kiszolgáltatott időjárásnak, természetnek, ellenségnek, mindenkinek kiszolgáltatott élet volt az. Nem volt irigylésre méltó. Innen annak látszik, hogy milyen békésen ott a középkori falvakban sütötték magukat, milyen jó levegő volt, minden egyáltalán nem volt. Óriási volt a csecsemő halandósága, erőszak, minden olyan volt, amit ma el se tudnánk képzelni. Szentségtörő kérdésem lesz. Lehet, hogy ez volt a normális? Ez volt a természetes. Én nem is szeretem azt a kifejezést, hogy normális, mert kinek mi az. De ez volt a természetes, és ilyen beszélgetéseken, amikor az emberek kifejezik a természetességre való vágyukat, mert ugye azért vesszük meg bio, meg természetes eredetű, tehát hogyha természetességben szeretnének az emberek élni, akkor készüljenek fel arra, hogy eltöri a lábát, vagy lesz egy horzsolás, ha elfertőződik, azt meghal a legbanálisabb dologban, mert ez a természetes. Egyébként a kapitalizmus meg maga egy olyan rendszer, ami a lényéből fakadólag úgy akar kivenni egy másik élő rendszerből, hogy abba a lehető legkevesebbet kell visszatennie, hiszen ebből lesz a profitja. De és ezzel váltotta ki talán azt a természetesebb hozzáállás, hogy nagyjából ugyanannyit kell visszatenni valamilyen formában, visszaforgatni a rendszerben, mint amennyit ki szeretnénk venni. Hát ezért volt az valóban milyen szinten, nekem is innen nézve fenntartható. De ez a kapitalizmusban nem fér bele. Viszont ez a fajta megközelítés egy értelműen magával hozza azt, ugye, amit ezerszer elmondtunk, hogy nincs végtelen növekedés egy véges erőforrásokkal rendelkező bolygón.
Ez pedig nem kérdés. Az, hogy ez hova fut ki, hát az meg egyre inkább megtapasztalható most már a mindennapjainkban is. Viszont, hogyha nincsen végtelen növekedés, akkor hol a vége? Már eljött a vég, csak nem vesszük észre, és még úgy csinálunk, vagy a vége azért még nem itt van a termelés lehetőségénél? Hát, amit a Balázs mondott, ez a rafting hasonlat, ez szerintem jó példa, tehát szerintem szemléletes az, hogy elindultunk egy elég rázós úton lefelé, és ez gyorsulhat, itt lehetnek meglepetések, egyebek, tehát ez nem egy hirtelen adott pillanathoz kötődő zuhanás, hanem ez egy ilyen egyre gyorsuló, ilyen, mint amiket ilyen kalandfilmekben lehet látni. Ott persze mindig túléli a főhős a végén. Az a különbség, hogy itt nem fogja. Nem fogja? Hát sokan nem. Sokan nem. Nagyon sokan. Kipusztul az emberiség, most ugye talán 8 milliárdan vagyunk. Hát igen, ezért érdemes elolvasni a Szalóczi Zsolttal készült interjút a 24.hu-n, mert ott erről is van szó, hogy egy 2000, nagyon kevés tanulmány foglalkozik ezzel, mert ki a francnak lenne érdeke ezt finanszírozni, de egy 2012-es világbanki tanulmány, tehát nem Katonéni készítette, foglalkozott ezzel, hogy hogyan is néz neki a 3 és a 4 Celsius fokos globális átlaghőmérséklet növekedés. Amitől azért már azért valljuk, mert nem vagyunk annyira irreálisan messze. 3 Celsius foknál valószínűleg felbomlanak azok a társadalmi rendszerek, amik az életünk megszokott kereteit alkotják. Itt mire gondol, az államra vagy a... Hát akár az államszervezetre, igen. Ami tulajdonképpen, ugye az államnak erőszak monopóliuma van, azért működik minden, mert be tudja tartatni a törvényeket. Ha ez nincs, akkor elképzelhetjük, hogy mi jön utána. Ugye a professzor úr szeret mondani, hogy akkor már is mennek be a boltba, csak nem az ajtó, hanem a kirakaton. És ez pillanatok alatt meg fog történni. De azt látni kell, hogy ugyanakkor az is igaz, hogy nem, másképp fogalmazom meg. Nem jó kifejezés szerintem a vég, mert minek a vége? Tehát egy átalakulás előtt állunk. A vég majd talán inkább akkor jön el, amit már említett professzor úr, majd jó néhány milliárd év múlva, amikor a nap beszippantja a földet, de az is csak anyagátalakulás lesz valójában. De itt is egy átalakulásra számíthatunk, csak ez egy kicsit drasztikusabb, jóval gyorsabb, mint úgy általában szokott lenni talán a földi okoszférában, és hát a mi léptékünkhöz képest mindenféleképpen gyors, és ami még fontosabb, ami igazán fájni fog, az, hogy hát ez a változás, ez az átalakulás nem fölfele mutat, hanem ebbe a komplexitásából a rendszernek, amiben élünk, ami messze-messze túl komplikált, az egyszerűsödés irányába megy. Hívhatjuk ezt összeomlásnak is. De visszatérve erre a világbanki jelentésre, ugye 3 Celsius foknál megszűn, fölbomlanak ezek a társadalmi és humán rendszerek, míg 4 Celsius foknál a minimum az, hogy 40%-os terménykiesés lesz valószínűleg a globális élelmiszertermelésben, de arra is jó esély van, hogy a globális populáció 80-90%-a számára egyszerűen nem jutnak kellő mértékben erőforrások. Ez pedig a jelenlegi népességgel számolva 7,2 milliárd embert jelent. Ez azt jelenti, hogy ennyi ember éhen hal, vagy... Hát számos formája lehet ennek, hogy mi fog történni vele, de tehát minden egyes, ugye, talán az első beszélgetésben volt szó a Szent Máté-sziget rénszarvasairól, iskola példája a Szeneka görbének. A természet egy dinamikus egyensúlyra törekszik, tehát nem statikus, hanem dinamikus, mindig változik, de úgy hullámzik, hogy alapvetően hosszú távon kiegyenlíti önmagát. Aztán, ha nagyon nagy követ dobnak bele, mondjuk a dínó környéki meteorit, akkor még tovább tart, amíg ki egyensúlyozza önmagát, de balanszot hoz. Na most mi itt tökéletesen szembe megyünk az életellenes rendszerünkkel ennek az egésznek. Tehát úgy tartunk fönt egy olyan rendszert, és az tart fönt egy olyan léptékű populációt, mondok adott esetben a zöld forradalommal, műtrágya, ipari mezőgazdaság, amit egyébként a Föld nem lenne képes eltartani. És akár a szénhidrogének kimerülése miatt, akármi más miatt
ez a fajta mezőgazdasági rendszer, és nem csak a termelés, hanem az elosztás, a szállítás nem fog működni, vagy drasztikusan megakad, vagy egyszerűen nem lesz elég, akkor ugyan mi az öreg ördögből fogjuk etetni ezt a rengeteg embert. És hát sajnos ugye van az a mondás, hogy levegő nélkül, 3 percig étel nélkül, 3 víz nélkül, 3 napig étel nélkül, 3 hétig, tehát ez viszonylag hamar meghozza maga következményeit. Akkor a raftingos példára visszatérve előfordulhat olyan, hogy beüt a krach, és akkor akár tényleg 3 hét alatt drasztikus változások jönnek, vagy itt például az, hogy a Celsius, tehát hogy mondjuk a hőmérsékletnek a növekedése az egy lassabb folyamat ennél, és egy fokozatos katasztrófa. Nem, itt azért nem szabad, tehát lehet, hogy ilyen értelemben nem volt szerencsés ez a példa, mert nem ez az egyetlen tényező, ami a modern civilizációt veszélyezteti, hogy most hány fok lesz a föld átlag hőmérséklet. Ez abszolút egy paraméter, amely és akkor viszont ide még ehhez hadd kérdezek, hogy egyébként nem az van, hogy oké, de ahol hidegebb van, ott meg oda áttevődik a termelés, tehát hogy hát Magyarország mediterrán ország lesz, és jaj, de jó, mert még akár ezt is gondolhatnánk. Jó, de itt azért vannak egyéb erőforrások is, amelyeknek a fogyása az szerintem meg fogja előzni a hőmérsékletnek az ilyen drasztikus változását. Melyik tehát, ezek? Hát azok az erőforrások, akár beszéltünk a fosszilis energiahordozókról, az olajról, az olajnak azon származékairól, amelyek jelenleg tulajdonképpen a szállítást, közlekedést, egyáltalán modern életet tartják fenn és katalizálják. És az egyéb ritka földfémekről, egyéb nyersanyagokról, amelyek ehhez az erőltetett elektrifikációhoz kellenek. Ezek közül bármelyik. És az a baj, hogy nem egyedül vannak ezek, hanem 30 kritikus elem van, amiből 17 különösen kritikus. A spájzban levő befőttek vagy konzervek számát tekintve. El tud képzelni mondjuk 10-20 év múlva egy olyan világot, hogy nem lesz az természetes, hogy a konténerhajók megérkezzenek Ázsiából Európába, hogy nem lesz az természetes, hogy felkapcsoljuk a villanyt és ég, hogy nem lesz az természetes, hogy lesz búza, meg lesz kenyér, és hogy ez itt mondjuk, most éppen Újlipót városban üldögélünk, a mi életünket olyan mértékben befolyásolja, hogy lehet, hogy napokig nem fogunk tudni világítani, nem lesz internet, élelemhez akkor jutunk, hogyha vagy lopunk magunknak, betörünk valahova, vagy még otthon fölhalmoztunk valamit. Ez egy reális forgatókönyv? Hát ez már most is az. Tehát ez mondjuk a modern társadalmak eddig ezt tulajdonképpen még nem tapasztalták meg, de azért nagyon sok országban nem is kell annyira messze menni, azért ilyenek már előfordulnak, az, hogy nincs mindig áram, hogy országos áramszünetek vannak, az, hogy ilyen, élelem, vagy nincs egy politikai víz. Döntés, vagy egy szankciónak a kérdése, vagy mindegy, mondjuk háborúnak. Mindegy, hogy miért, de már most is van ilyen, és egyébként van egy csomó ország, amely úgymond a fogyasztói társadalom irányába szeretne elmozdulni, de már ezekkel a gondokkal szembesül. Gondoljunk a vízre. A víz rengeteg országban komoly gondot jelent a vízellátás, köztük olyan országokban, amelyek a fogyasztói társadalom, Dél-Afrikában például, vagy Izrael. Tehát ezek azért nagyon fejlett országok, komoly problémával szembesülnek mondjuk a víz, vagy India, ami szintén nem tartozik a elmaradottabb országok közé, de nagyon komoly ellátási problémákkal szembesül már most. Ami ugye Európát illeti, ez Európa eddig úgymond megkímélte magát ezektől, vagy a világ megkímél bennünket, tehát ilyennel még nem szembesültünk. De mondom, egy picit kell odébb menni, és akkor ezek már a mindennapok részei, az a lesz a különbség, hogy nálunk is az lesz. És attól még nem omlott össze van értelemben a társadalom ott, hanem valahogy, igaz, sokkal szerényebben, és a mi szempontunkból elég nehezen kezelhető módon, de valahogy működik. Nyilván, ha ez a globális lesz, és sehol nem lesz, akkor azért ott szintet lép a rendszer, és ott akkor már az egész civilizációnak a fennmaradása válik kérdésessé. Mindkettőjükhöz szól a kérdés, hogy számítanak arra, hogy ez a mi életünkben tényleg ennyire reális lesz, hogy meg kell küzdenünk az életben maradásért? Hát nem ülnénk itt szerintem, ha nem. És ezek tehát ez a 1-2 évtized, az én azt gondolom, még tervezek addig élni, hogyha csak nem történik valami. Tehát igen. Ezért kérdezem, hogy ez nem igen. A gyerekeink, unokáinknak a problémája. Nem. Talán nem is baj egyébként, mert az nagyon tisztességtelen lenne, ha csak
addigra tennénk tönkre a világot, akkor tegyük tönkre úgy, hogy mi is érezzük. Akkor legyen tétje a történetnek, akkor ne az legyen, hogy most tönkre tesszük, és az unokáink meg már ott állnak a nagy semmi közepén, és gyilkolják egymást, meg tényleg olyan feltételek között kényszerülnek élni, ami méltatlan, akkor vegyük ki a részünket belőle mi is. Szerintem ez így korrektebb, mint hogy a jövő generációját úgymond lehetetlen helyzetbe hozni. Balázs, most arra kérném, hogyha már ilyen kellően fokozott hangulat, hogy vázolja fel, hogy ön szerint mi az a forgatókönyv, ami a legrosszabb, ahogy mondjuk, de mondjuk 2043 van, ön szerint készüljünk a legrosszabbra, mi a legrosszabb forgatókönyv, és persze reméljük a legjobbakat. Miért ez olyan jónak tűnik, amit Tamás mondott, hogy néha hetente egyszer van egy órára áram. Nem, az nagyon fontos, amit rektor úr mondott, hogy ez már most is jelen van, és ráadásul nem egyszerre, nem ugyanakkor, nem ugyanúgy fog történni, hanem egy fokozatos, akár exponenciálisan gyorsuló ütemű, de fokozatos erodálását képzeljük el ennek a rendszernek, amit most fölépítettünk. Ugye hát van a Dimitri Orlov féle az összeomlás 5 szakasza, annak az első szakasza a pénzügyi összeomlás. Nem vagyok közgazdász, de jól tudom, 2 nagy amerikai bank és egy nagy svájci bank térdeltve nem is olyan régen. Valószínűleg ez elindíthat egyfajta hullámot. Ez követi a kereskedelmi, tehát ezek a gazdasági részei. Utána jön a politikai, majd a társadalmi és végül a kulturális összeomlás. Hogy ez mikor, milyen ütembe következik be, ez helyenként változik majd. De azt látni kell, és abban nagyon egyetértek Csányi tanár úrral, hogy ha olyan belső változásról beszélünk, hogy arra vágyunk, hogy az emberek majd úgy, az egy kulturális változás. Az kell, hogy mi mind ebben a korosztályban mind így gondolkodjunk, így edukáljuk a gyerekeinket, és akkor 2-3 generáció után ez bekövetkezik, mert a kulturális változás az mindig időigényes. Na most idő az, amink nincs. A másik megoldás, András kedvenc fordulatával élve, hogy a valóság ránk ugra az ajtót, és ránk fogja rúgni. Tehát ez nem kérdés, mert már mondjuk úgy erősen kopogtat, vagy döngeti. Akkor pedig a kényszer fog rávinni az embereket arra, hogy megtegyenek olyan lépéseket, amit most lehet, hogy átgondolnak, meg meghallgatják ezt a műsort, meg lehet, de halogatják az utolsó pillanatig, amíg lehet. Ez is rendkívül emberi. És még egy rövid gondolat arra, hogy mennyire nem reális, vagy inkább azt mondanám, hogy utopisztikus ez az úgynevezett zöld átállás, hogy kicsit megtámogassuk ezt a gondolatot, hogy ha csak az anyag oldaláról nézzük, a kollégám olvasott most egy elég hosszú tanulmányt, és abban fejtik ki, de anyag szerint tételesen százalékra, hogy csak a zöld átállásról beszélünk, tehát még nem gyártunk mellé mobiltelefon, meg minden egyebet, csak ami mondjuk a napkollektorokhoz, a szélerőművekhez, egyebekhez kell anyagigény. Amihez az átálláshoz szükséges, ahhoz, hogy 2050-re, nem is 35-re, 50-re már teljesen nettó nullában tevékenykedjünk, teljes utópia, az ahhoz szükséges anyagigényből a legtöbb anyag, ami rendelkezésre áll, az réz a Földön. Az csak ehhez szükséges teljes anyagigény 18%-a. Nincs több. Miből hozzuk létre azt, amit állítólag szerintük meg kell építeni, és akkor nyilván ő itt most ki is tudja fejteni részletesebben, hogy ezek sem örök életűek. Hát jelenleg mennyi egy napelem élettartama? 15-20 év maximum. És akkor hagyjuk azt, hogy mi lesz azzal, mint hulladékkal. De akkor miből gyártjuk le a következőt, ha még ezt az adagot se tudtuk megcsinálni? Tehát itt az egyik fő probléma az, hogy ezzel a témával kapcsolatban még mindig nincs őszinte párbeszéd, beszélgetés emberek között, és még mindig nem ez van a fókuszban. Egy pillanatig se gondoljuk, hogy akik döntéshozói helyzetben vannak, ők ezt nem ismerik, vagy nem számolnak vele. De nem rendszer szintű, hogy bármit tehetünk, tehát foglalkozhatunk mitigációval, hogy jó, de jó lesz, megállítjuk, csak azt az adott erőforrásunkat,
ami nem csak a pénz, mert azt lehet nyomtatni, de bármilyen egyéb erőforrást, időt, szakértelmet, azt mire használjuk el. És ha most, mert tegnap már nem tudjuk elkezdeni, ha mostantól nem azzal foglalkozunk, hogy priorizálunk, és azt mondjuk, hogy milyen ütemben és milyen irányba változhat meg a világ, akkor mire költsük azt, amink még van erőforrásunk, hogy minek van jelentősége, mert itt a kérdés az, hogy milyen pontról fogunk majd elkezdeni lefelé pukkanni. Nyilván ezért indul sokkal jobb esélyekkel egy olyan ország, ami jellemzően mondjuk a fejlett világban van, számos nyugat-európai országot ide soroltunk, mert egyszerűen az infrastruktúrája jobb állapotban van. A tartalékai sokkal komolyabbak, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy hidat nem úgy, mint nálunk a Petőfi hidat, hogyha így marad, akkor maximum 20 év múlva összedől, hanem lehet, hogy csak 50-60 év múlva kellene felújítani, addig meg ki tudja, mi lesz. Vagy egyszerűen anyagilag olyan forrásai vannak, hogy tovább tudja működtetni a rendszert az állam, mert megfizeti a tűzoltót, a rendőrt, az orvost. És ez mennél inkább egy olyan rendszerről beszélünk, ami ezt nem tudja megengedni, az annál hamarabb tart a szétesés irányába. És a szétesés ebben az esetben azt jelenti, hogy megszűnik, vagy mondjuk hiányossá válik az állam erőszakmonopóliuma. Kritikus infrastruktúrák is, tehát az energiaellátás, élelmiszerszolgáltatás, úgyhogy ha már ennyiszer elmondta, akkor az összeomlás ebben a tekintetben azt jelenti, hogy azok az alapvető szolgáltatások, élelmezés, energia, víz, ruházkodás, amire igénye van és szüksége van a lakosságnak, az egy ponton túl észszerű költségek mellett nem biztosítható tovább a tömegek számára, az állam által felügyelt és a törvényi szabályozások által felügyelt rendszerben. Ez pedig egyértelműen káoszhoz és anarchiához vezet. Rektor urat kérdezném arról, hogy mindig azt halljuk, hogy majd a harmadik világban éhséglázadások törnek ki, és akkor elindulnak az emberek Európa felé, és ez fogja a legnagyobb problémát okozni, de biztos, hogy ez a harmadik világban fog egyébként indulni? Vagy most ugye itt Balázs végigmondta azt, hogy mik a fő problémák, illetve hogy az a társadalom tudja túlélni, ahol azért az állam törődik azzal, hogy legyenek erős pontjai, hogy ezek alapján ön földrajzilag hogy számol, mi omlik össze először? Hát az a baj, hogy tulajdonképpen ebben a globalizált rendszerben az erőforrások már nagyon különböző helyeken és különböző mértékben állnak rendelkezésre. Tehát erről eddig nem beszéltünk, csak arról, hogy valamennyi mennyiség van. Az, hogy hol vannak ezek a koncentrált, hol vannak a konzervek a spájzban, az egy külön történet, hogy ezek geopolitikailag milyen országokhoz, milyen kereskedelmi rendszerekhez kapcsolódnak ezek, teljesen nem kiszámíthatatlanok, csak össze-vissza vannak. Meg össze vannak kötve a konzervek. Össze vannak kötve, és ezért tulajdonképpen egyetlen ország sem tud sokáig túlélni, és nem csak azért, mert nem tudja a határoknál megállítani azokat, akik ugye hozzá akarnak menekülni, hanem azért is, mert az erőforrás oldalról egyszerűen fejreáll. Tehát, hogy nincs erőforrása, nem kell messze menni Magyarország, erőforrás oldaláról, akár energia hordozó, akár bármilyen nyersanyag oldaláról, gyakorlatilag más országokra, sőt, más kontinensekre van szorulva. Tehát az, hogy itt mi magunk túléljünk, az csak ezen a legfeljebb ezen a nagyon kezdetleges szinten képzelhető el, amit viszont nem visel el a társadalom többsége. Anélkül, hogy nagyon komoly társadalmi összeomlás következne. Lenne egy újabb reménykedő és ilyen idealista kérdésem, hogy a tudomány képes lehet-e arra, hogy valami fajta megoldást találja. Mondok példát, hogy megtanulják, hogy a tenger vízből hogy nyerjék ki a sót, és azt ivóvízzé alakítsák. Vagy hogy 3D nyomtatóval foszilis energiát gyártsak. Most tudom, hogy ezek ilyen nagyon naív kérdések, de hogy ez teljesen lehetetlen? Teljesen lehetetlen. Ugye ezek nincs. De ezek létező technológiák. Tehát a tengervíz sótalanítás az manapság egy jól ismert forma. Egy gond van vele, egy roppant energiaigényes. Tehát ahhoz, hogyha ebből nyernénk ki a vizet, és ez lenne mondjuk a megoldás, akkor olyan formában és olyan mennyiségben kell energiát befektetnünk, ami nem áll rendelkezésre. Tehát ennek nem a tudomány szab határt, hanem a lépték, illetve a szükséges energia, és ezt egyszerűen nem lehet megspórolni. Tehát úgy vizet előállítani,
hogy nem fektettünk be egy tengervízből, mondjuk ivóvizet, hogy nem fektettünk be energiát, ez természeti törvények alapján lehetetlen. Tehát rengeteg energiát, gondoljunk a desztillálásra. Tehát mondjuk a legegyszerűbb és mondjuk a leginkább felfogható, úgymond ivóvíz előállítási módra, gyakorlatilag tudjuk, hogy mennyi energia vizet elforralni. Hát azt oda kell tenni. Anélkül a víz nem fog magától kérésre elpárologni. Tehát ez nem a tudomány feladata, illetve a tudomány ezeket már úgymond megoldotta, csak a lépték miatt és a szükséges energia biztosítása miatt az egész társadalom globálisan ilyen léptékben ezt nem tudja megoldani. Tehát itt a tudomány abszolutizálni, hogy majd kitalál valamit, hogy a víz magától majd átmenjen a sóból, ilyet nem tud, mert ez a természeti törvényeknek ellentmond, ezt soha nem fogja tudni. Tehát lehet, hogy fejben megvan a megoldás, de maga a megoldás is energiát igényel, és... Nem fejben van, gyakorlatban megvan. Tehát ez effektíve működik. Ezt én itt meg tudnám az asztalon csinálni, hogy a sós vízből lenne édes víz, csak kérnék hozzá egy konnektort, és kérnék áramot. És itt jön a probléma. És itt a probléma, itt kezdődik. Tehát nem az, hogy maga a folyamat nem vegy. Hidrogént is tudnék fejleszteni. Itt ebből a pohár vízből tudnék. Csak kérnék hozzá... Jó sok áramot. Igen. Kicsit az orosz-ukrán háború kapcsán beszélgessünk arról, hogy látjuk azt, hogy egy ilyen úgymond regionális konfliktus is mennyi más következménnyel jár. Energiaforrás tekintetében akkor azt ráfogják az inflációnak, tehát azt mondják, hogy azért van infláció, mert szankciók vannak, meg mert különböző energiaforrásokból hiány van, akkor megpróbálunk alternatív energiahordozót használni, ami meg jóval drágábbba kerül, ráadásul nem biztos, hogy olyan jó minőségű, ráadásul pénzbe kerül a gyártása, akkor közben ebből alakulnak ki politikai válságok is, tehát ez a kis regionális konfliktus egyébként gyönyörűen modellezi azt, hogy milyen irányokba mehetünk. Hogy elképzelhetőnek tartják azt, hogy amit most látunk az orosz-ukrán háború kapcsán, azt szorozzuk meg 10-20-100-zal, és az lesz az egész világon az életnek szinte minden területén? Lehet, hogy nem is kell megszorozni, elég várni egy kicsit. És akkor szépen így, mint egy fertőzés terjed, és tönkretesz rendszereket. Tehát lehet, hogy ez már elég ahhoz, hogy a világban nagyon komoly, a fejlett világban nagyon komoly működési zavarok legyenek. Egyébként már lehetett is volna, tehát Európa szerintem óriási szerencse volt Európának, hogy mondjuk ez a tél ennyire enyhére sikeredett. Ha azért ide most egy kemény telet elképzelünk, egy tartós kemény telet, akkor ez az energiaválság lehet, hogy jobban megrázta volna Európát, adott esetben nagyon kényelmetlen helyzetet teremtett volna bizonyos országokban. Tehát az, hogy ez most elmaradt, vagy legalábbis elhalasztódott, ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ez a jövőben nem fog előfordulni. Én kicsit úgy érzem, hogy ilyen rókafogta csuka az egész történet, mert hogy azt mondtuk, hogy azért kereskedjenek egymással a világ országai, mert akkor legalább kereskednek és nem háborúznak. Most azt látjuk, hogy kereskednek is, meg háborúznak is. Sokszor ugye, ukránok, meg az oroszok ott ugye még kereskednek is egymással. És akkor, amikor meg háborúznak, akkor meg az a baj. De közben, ráadásul mivel globalizált lett az egész nyersanyag felhasználás, annak a szállítása, tehát ugye mindenki függ mindenkitől, ez is aztán ugyanazt a válságos állapotot eredményezi, mintha egyébként a harmadik világháborúban valaki ledobná a másikra az atomot, mert hogy amennyire itt megértem, a vége majdhogy nem ugyanaz a történetnek, maximum lassabb, meg sok esetben még aggasztóbb. Mármint a háború gyorsít rajta? Hát, hogy mondjuk, ha megnézzük, hogy egy nukleáris katasztrófa jobb, vagy az, hogy az összeomlás jön, akkor azért nehéz választani a kettőt. Hát azért én tudnék. Én is tudnék. Azért és melyik irányban? Én nem tudom eldönteni. Hát a nukleárist azt én nem kívánjuk. Na, az legyen de az ezt utolsó. A szenvedéses összeomlást, ezt jobban kívánjuk? Hát kívánja az bárki. Nyilván nem kívánja, de hogy az jobb, hogy éhen halnak az emberek, vagy egy lassú halál következő. Hát, azért nem kell, szerintem ennyire nem kell dramatizálni. Az biztos, hogy az életszínvonalnak egy nagyon drasztikus csökkenése az elkerülhetetlen. Tehát volt erre példa azért a 20. században is, vagy még azt megelőzően is jó párszor, tehát gondoljunk a jegyrendszer, vagy bármi háború utáni állapotokra, mondjuk Magyarországon, de máshol is. Tehát azért nagyon kemény idők voltak, amit az emberek azért valahogy túléltek. Tehát azért van honnan visszalépni, és nem feltétlenül kell azonnal anarchiába fordulni,
akkor, hogyha az erőforrások nagyon beszűkülnek. Csak akkor azt nevezhetjük mégis összeomlásnak, mert ha most itt jegyrendszer lenne, és mindenki kapna egy kannába benzint, hogy oszd be egy hónapra, meg kapna 10 kenyérjegyet egy hónapra, hát azért az nehéz lenne nem összeomlásként megélni egy olyan társadalomba, ami ehhez a jóléthez, meg a korlátlan fogyasztáshoz hozzászokott. És itt hoznám be Balázsnak a mély alkalmazkodás mozgalmát, hogy hát én már úgy születtem, hogy az számított szegénységnek, hogy mondjuk nem volt mobiltelefonom általános iskolában, és én a csúró gyerekek közé tartoztam. Míg a korábban említett példákban azt számított szegénységnek, hogy valaki már, amikor sorba állt a jeggyel a boltban, akkor nem kapott ételt, vagy nem jutott aznap, vagy nem aznap arra a hétre mondjuk kenyérhez. Hogy ráadásul agyon van digitalizálva a világ, miközben mi itt ilyen apokaliptikus dolgokról beszélgetünk, a mesterséges intelligencia már helyettünk készít képeket pufi kabátos pápáról, és a többi, és jól a többi. Sikerült. Jól sikerült. Ugye Harari már arról beszél, hogy a 60 az új 40 az életkor tekintetében, mert az orvostudomány annyira fejlett, hogy meg lehet oldani dolgokat, miközben egy miniatűr vírus lepusztítja, vagy térdre kényszeríti az emberiséget, és hogy ezzel párhuzamosan ilyen új típusú betegségek jöttek be, mint például a szorongás. Ugye erre szoktam azt a klasszikus példát mondani, hogy a fiatalok depressziósnak érzik magukat, és szoronganak, hogyha a telefonok töltöttsége 50% alá csökken, és akkor az már készteti őket, hogy valamit kell kezdeni. Szóval, hogy az elődeink azért mentálisan azért jöttek egy első-második világháborúból, korábban is más volt az életszínvonal. Ma nem tudnánk elképzelni szerintem, hogy a pottyantós WC-re járunk, már elnézést a példáért, de tényleg. Múltkor a feleségemmel erről beszélgettünk, hogy mondta, hogy ő szívesen élt volna egy másik korban, és mondtam, hogy oké, de hát az a kényelem, amiben mi élünk, én azt nem tudnám például máshogy elképzelni, hogy fogunk tudni alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz? Mert én ebben vagyok kicsit szkeptikus, hogy mi, akik már egy Instagram meg TikTok világban élünk, egy agyon filterezett világban, és egyszer csak mondjuk tényleg ételjegyel állunk sorba valahol, és nincs áramunk, hogy ezt kibírja a társadalom? Ki fogja bírni? Szerintem ezt azért erre nem készültek a történelmi korokban sem, hogy majd jegyrendszer lesz, meg lovat fognak enni, elhullott lovakat, valahogy mégis túléltek. Tehát az ember sok mindent kibír, az biztos mentálisan az a kérdés, hogy mentálisan, és hogy egyáltalán az emberi tulajdonságok hogyan fognak ebben a helyzetben megnyilvánulni. Na, ettől vannak rossz gondolataim. Tehát, hogy itt az agresszió, amit mondjuk most egy közlekedésbe, egy videójátékba levezetnek valahogy, az, ha nem lesz ez a, mert nem lesz áram, vagy nem lesz olyan lehetőség, akkor hol fog levezetődni? Nekem van egy tippem. És az, na, ettől kell félni. Tehát, hogy egy Mad Max világ jön. Hát azért annyira szaladjunk előre, bár az is benne van a pakliban, az nem vitás. Igen, hát ugye a mély alkalmazkodás kapcsán sokszor elmondjuk, hogy az alapvetően egy mentális probléma lesz. Mert ugyan lesznek kőkeményen fizikai kihívásai, mit teszünk, mit iszunk, vagy sokkal banálisabbat mondok, ugye higiéniás kérdés, tehát egy a panel 7. emeletén ki van arra felkészülve, hogy elmegy a víz, és mondjuk napokig nincs, és akkor mi történik? Na hát abból indul a csodálatos vérhasjárvány, ami nem olyan mortalitással dolgozik, mint a COVID. Pedig egy rendkívül egyszerű dologról van szó. De nem fognak tudni kezet mostani az emberek, enniük meg ugyanakkor kell. Nagyon sokan nem fogják, nyilvánvalóan, és mennél magasabbról pottyanunk le, annál nagyobbat fogunk esni, és jobban megütjük magunkat, és ez a fajta távolodás, tehát már jó ideje távolodunk az élet valóságától, de az utóbbi 2-3 évtizedben ez szó szerint exponenciálisan felgyorsult, és én nemhogy az éghajlatváltozás okozta problémáktól, hanem még az erőforrás kivenülés előtt is sokkal inkább tartok attól, hogy a társadalom rendszerében jóval nagyobb változásokat és problémákat fog okozni, mert hát emberek vagyunk, ez nem csak azt jelenti, hogy rosszabbá tudjuk tenni a dolgokat, hanem jellemzően mindig
túltoljuk. Tehát, hogyha van valami, azt úgy akarjuk kompenzálni, hogy nem helyreállítjuk azt, hanem akkor még... Ez a történelemben mindig így volt, vagy ez a 21. Hát ez szinte mindig így volt. Ez egy emberi sajátosság megint csak. De, hogy Jordan Petersonnal szólva, tehát, ha valami globális vészhelyzetnek minősül, akkor az mire nem jogosítja fel a mindenkori elitet, a döntéshozó elitet. Hiszen itt rólunk van szó, minket kell megmenteni, és hogyha mi ennek ellenállunk, akkor nem tudjuk, mi a jó nekünk. Ezt pedig nehéz nem úgy látni, megint csak emberekről van szó, hogy ezt ne a saját érdekeik meg hatalmuk maximalizására használják fel. Tehát amiről már beszéltünk talán korábban, ez a fajta techno-autoriter rendszer, ettől én sokkal jobban rettelek, amit egyébként a Fekete Tükör című sorozat valóban jól érzékeltet, és ezzel együtt is egyetértek Rab Árpáddal, aki azt mondja, mint a mesterséges intelligencia nagy ismerője, hogy tehát nem magától a géptől kell félni, és én ezt el is fogadom, hanem az emberektől, akik majd ezt ki akarják használni valamire. Tehát a tudomány mindig leszállított valamit, és a makasadás is egy ilyen dolog volt, amit sok mindenre lehetett használni, használtuk is. Tehát mondjuk én leszek az utolsó, aki ezt kifejti, de úgy tudom, hogy az egész, tehát a nukleáris erőműveknek a fejlesztési iránya többek közt azért indult el, mert hát második világháború után, tehát egy hidegháborúról beszélünk, az uránium irányába a tórium helyett, mert hogy az urániumból lehet plutóniumot készíteni, a plutóniumra kell az atomfegyverekhez. Legalábbis én így olvastam, hogy a tóriumból nem lehet bombát csinálni, akkor meg mi az értéke. És ez a fajta mentalitás, ez mindig ott van, és mindig ott lesz. Tehát ezt szem előtt kell tartanunk, hogyha valamire bizton számíthatunk, az az, hogy ráadásul az emberek általában, de mennél inkább döntési pozícióban vannak, és a lehetőségeik széles körűbbek, ezt mindig az önmaguk kiterjesztésére fogják használni, és ez erre egyre durvább példákat fogunk tapasztalni az életben. Ha már behoztuk itt a mesterséges intelligenciát, akkor a kontrollnak a kérdéskörét venném elő, hiszen azt látjuk, hogy egyre többször próbálják meg állami vagy globális tech cégeken keresztül megvalósítani a totális kontrollt. És akkor itt ugye az a kérdés, hogy például, hogyha lesz egy ilyen elég kiszámíthatatlan és bizonytalan világ, akkor ez a fajta kontroll, ez jó, és ez segítheti a túlélést, vagy vajon tovább mélyíti a konfliktusokat? Hát a mesterséges intelligenciát, vagy ennek az elődeit azért már jó ideje használják, és szerintem a fogyasztói társadalomnak a tökéletesítésében már ezek abszolút részt vettek. Gondoljunk csak a reklámokra, vagy azokra a célzott reklámokra, amelyek a keresések, meg a mindenféle tartalmak alapján személyre szabottan jelennek meg. Tehát ez már annak az előszobája, vagy azok az állami különböző megfigyelő rendszerek, amelyek most már elég sok mindent tudnak rólunk rekonstruálni. Nyilván ezt, tehát nem kell paranoiásnak lenni, mert azért szerintem az emberek többsége az nem érdekli se a hatalmat, se más embereket, de mindenképpen a lehetősége benne van. A mesterséges intelligencia az nem tud hozzátenni sok újat ahhoz, amit az emberiség eddig elér, bármennyit is gondolunk róla, az azokból tud válogatni nagyon hatékonyan, amit az emberek, meg a kutatók, meg a különböző szervezetek információt felhalmoztak. Abból nagyon hatékonyan tud mazsolázni, de újat létrehozni tulajdonképpen nem nagyon tud. Én azt mondom, hogy bullshit generátor. Akkor, hogyha olyan dolgokról van szó, ami igazán komplex, és megkérdezzük a ChatGPT vagy GPT, vagy hogy nevezik ezt, a mesterséges intelligenciát, akkor az egy sok lózungból csinál egy új lózungot, tehát gyakorlatilag ugyanazokat kérdezzük meg, hogy mi a fenntarthatóság, vagy a megújuló energia, és visszakapjuk azokat a sablon szövegeket, amelyről most pont beszéltük, hogy ez mennyire nem fedi a valóságot. Tehát, hogy ez nem fogja megváltani a világot, bármennyit is képzelünk róla. És félni meg azért nem kell tőle, mert kihúzzuk a konnektorból, és az egésznek annyi. Reprodukcióra képtelen, tehát azért, hogy ez majd az emberiséget uralni fogja, önmagában ez teljes képtelenség, elvágjuk a kábelt, kihúzzuk a konnektorból, és az egész
megszűnik létezni. Az, hogy az általa generált információt emberek hogy fogják használni és mire, na attól már van, de az az ember. Akkor az embertől kell mégis félni, nem a számítógéptől vagy a mesterséges intelligencia. Az teljesen lehetetlen tudományosan, hogy egy idő után a mesterséges intelligencia, tehát maga a mesterséges intelligencia okosabb lesz, mint az ember, összerak olyan összefüggéseket is, amit az ember nem, és például megtanul áram nélkül működni. Na hát ez teljesen elképzelhetetlen, meg a természeti törvényeket a mesterséges intelligencia nem tudja meghaladni. Tehát ő akármit is próbál létrehozni, annak meg kell felelni a természet törvényeinek. Tehát egy fizika törvényeinek, anyag megmaradás, bármi energia megmaradás, bármilyen törvénynek meg kell felelni. Azon kívül a mesterséges intelligencia sem tud semmilyen épkézláb megoldást. Tehát teljesen reménytelen ebben bízni, hogy ez majd szaporodni fog a mesterséges intelligencia, vagy magát fogja sokszorozni, vagy hogy? Tehát ez a biológiai rendszerek sajátja. Erre de ember alkotta rendszer képtelen. Lassan az ember is az lesz egyébként. Hát igen, az Érosz hanyatlásáról talán még külön beszélgetés. Igen, és amúgy is lehetne még ezt folytatni. Mivel elég borúsra sikerült ez a beszélgetés, bár tudom azt is, hogy ez a realitás, és szerintem az egy nagyon rossz megoldás, amikor inkább nem beszélünk róla, csak ne kelljen szembenézni vele. De így az interjú végén én mégiscsak arra tennék valami fajta kísérletet, hogy feloldjuk a bizonyára hallgatókban is keletkezett szorongásokat vagy rossz érzéseket, és azt kérdezném, hogy hogyan készülnek önök erre a korszakra? Tehát mit tehetünk egyéni szinten, hogy valahogy legalább magunkat, a családunkat, vagy akár a nemzetünket, közösségünket megóvjuk, vagy kárt mentsünk, vagy valahogy túléljük? Én személy szerint nem lepődnék meg semmin. Tehát ha bármi történne az elkövetkező akár hetekben, hónapokban, években, ezek közül, amiről beszéltünk, én nem lepődnék meg. Ez már önmagában én szerintem előny azokkal szemben, akik mondjuk most azt hiszik, hogy ez teljesen értelmetlen dolog, amiről beszélünk, és ez úgyse így lesz, a technológia meg fog mindent oldani, és különben is a kőkorszak nem azért ért véget, mert elfogyott a kő, meg ilyesmi, ilyen okosságok vannak, azok meg fognak lepődni. Azoknak nagyon fájni fog ez, és azok lehet, hogy pánikba fognak esni, vagy lehet, hogy olyan mentális állapotba kerülnek, ami hát nagyon megnehezíti az életüket. Én nem fogok ettől olyan mentális állapotba kerülni, miután én erre úgymond már számítok. És ennyi a felkészülés egyelőre. Nincsenek otthon babkonzervek, meg nincs pince a ház alatt, meg mit tudom én, ahova elbújna az ember. Egyébként sem gondolom, hogy egyénileg nagy mozgásterünk van, mert társadalomban kell élnünk, és a társadalomnak kell működni ahhoz, hogy az ember normális emberi életet éljen, tehát csak együtt tudunk fennmaradni. Tehát ilyenre nem készülök. Mindesetre én azt gondolom, mentálisan egy kicsit, vagy spirituálisan ráhangolódok arra, hogy itt nem biztos, hogy minden, ami most így természetesnek tűnik, hogy az mindig az lesz. Mindjárt átadom a szót Balázsnak, de nagyon érdekes, hogy ugye, mivel Balázsra már többször beszélgettünk, hogy ő is mindig a spirituális dolgokat mondja, és most itt ül velem szemben egy egyetemi rektor, egy professzor, és akkor azt várhatnánk, hogy tudom én, elmondja, hogy gyűjtsük szelektíven a hulladékot, vagy építsünk óvóhelyet, vagy tanuljunk meg késsel állatra vadászni, vagy nem tudom, de hogy akkor ön is azt mondja, hogy a spirituális részét, illetve a mentális részét kell fejleszteni. Tehát, hogy ez a kulcs. Igen, az összeomlásnak a legrosszabb forgatókönyve, hogyha ha tömegek hirtelen szembesülnek azzal, hogy valami nagyon nem lett jó, pánikba esnek, vagy agresszívek lesznek, vagy egymás ellen fordulnak, na ott az a legrosszabb megoldás. Ha ezt sikerül elkerülni, akkor már beljebb vagyunk. Mert az, hogy sorba kell állnia, az a gyerekkoromban is megvolt. Az önmagában még nem dönti össze a világot, de ha itt anarchia lenne, vagy az emberek közül nagyon sokan mentálisan belerokkannának egy ilyenfajta erőforrás szűkülésbe, meg életszínvonal visszaesésbe, na azt kellene elkerülni. Viszont láttuk a
Covid-nál, hogy az milyen mentális problémákat hozott létre, meg hogy hogy ketté szakította a társadalmat az, hogy lettek az oltás ellenesek, meg a nem oltás ellenesek, vagy oltáspártiak, a lezáráspártiak, meg a lezárás ellenesek, hogy talán a Covid-nak a mindenfajta nehézségén túl ez a ketté szakadás, ez mennyire érezhető. Most az orosz-ukrán háborúnál is ezt látjuk világméretekben, hogy lettek az ukrán pártiak, meg az orosz pártiak, és akkor ott is micsoda társadalmi konfliktusok vannak, és közben látjuk azt, hogy mennyien szoronganak, mennyire féltek a Covid alatt attól, hogy be vannak zárva, vagy hogy meg fognak halni, vagy elkapják a betegségüket, vagy elvesztik a szeretőket, vagy elvesztik a munkájukat. Most attól, hogy kitör az atomháború, hogy megsemmisül a föld, hogy elviszik katonának. Tehát, hogy látjuk, hogy ezeknél a kataklizmáknál is micsoda válasz van, hogyha ezek még más területeken is jelentkeznek, az nagyon nagy kihívás. Hát igen, erről beszélünk, hogy ezt kellene elkerülni, hogy ez anarchiához vezessen, meg hogy nagyon nagy tömegeknek a mentális megroppanásához. Tehát, hogy ha készülünk, szerintem azért az embernek vannak tartalékai a jóléti társadalmaknak, meg különösen abban legalábbis, hogy azért van hova lejjebb menni. Csak kérdés, elviseljük-e? Tehát az, hogy most nem mondok egy példát, itt vagyunk szembe a bevásárló központtal, hogy mit tudom, nem 500 féle sajt közül lehet választani, hanem mondjuk egy van. És az a jobbik eset, ha ehetünk. Igen, igen. Azt gondolom, óriási visszaesés. Azt összeomlásnak tekinti az emberek többsége most. De ha belegondolunk, azért ez a történelmi időkben azért elég nagy értéknek számított volna az, ami most nekünk mondjuk elképzelhetetlen. Tehát szerintem mentálisan kell, hogy mondjam, felkészülnünk ezekre a dolgokra, azért, hogy elkerüljük azt a legrosszabb forgatókönyvet, a társadalomnak a működési zavarát, nevezzük anarchiának, amely hát azok számára is elviselhetetlenné teszi adott esetben az életet, akik túlélnek. Tehát ott már nem az a kérdés, mert azért egy bunkerben, úgyhogy ilyen Mad Max viszonyok közepette, hát nem tudom, hogy melyik a jobb, hogyha valaki túlél, vagy aki nem. Tehát, hogy ezt el kéne kerülni, egybe kéne tartani a társadalmat, működőképesnek kellene tartani, adott esetben visszatérni olyan dolgokhoz, amelyeket már elfelejtettünk, pont a fogyasztói társadalom, individualizáció a jólét oltárán, feláldoztuk őket, azokat esetleg újból gyakorolni, és valahogy az egészet valami új pályára állítani, ami nem ezen a szinten, meg nem ebben a struktúrában, de valami mégis emberhez méltó életet biztosít. Balázs, lát arra esélyt, hogy az embereknek tömegei fognak tudni alkalmazkodni, és tömegek készülnek fel mentálisan, mert közben még, miközben a rektor urat hallgattam, az jutott eszembe, hogy oké, hogy én mentálisan felkészülök, meg igyekszem a hallgatóimnak is ezt a nézetet, meg szemléletet átadni, de hogy ha mellette meg a tömegek, meg pillanatok alatt letarolnak mindent, vagy anarchiába megy át a történet, akkor nem sokat érünk azzal, hogy páran felkészültünk. Na, akkor kérem szépen még egyszer a kérdést, és válaszolok. Hát az a kérdés, hogy lehet-e arra számítani, hogy tömegesen felkészülnek egy ilyen össze... Tehát a mi alkalmazkodásra tömegével készülnek fel az emberek? Nem. Köszönjük szépen! Alapvetően nem gondolom, hogy ez tömeges jelleget ölt, de ez nem jelenti azt, hogy ne kellene törekednünk erre, mert mi egyebet tehetnénk, ha jól akarunk aludni, mint hogy mindent megpróbálunk, hogy abba az irányba tereljük a folyamatot, amelyre szerintünk helyes. És egyébként a Pannon Egyetemmel történő együttműködésünknek is ez a célja, ennek az egésznek az első lépése a szemléletformálás, az pedig azt jelenti, hogy el kell vinni érthető léptékben, értelmezhető módon ezeket az ismereteket az embereknek, ráadásul magyar nyelven. Mert ezzel kezdődik az egész, tehát értelmileg és érzelmileg is képesnek kell lenni ennek a problémahalmaznak a feldolgozására. Mert ha nem tudjuk, hogy mi vár ránk, abból egyértelműen az következik, hogy az emberek nagyon csúnyán meg fognak lepődni. Az pedig pánikhoz, az pedig káoszhoz vezet, és akkor ugyanott vagyunk, amit rektor úr mondott, hogy abból mi minden következik. Tehát, hogyha ezt az egy dolgot sikerülne valamilyen nagyobb léptékben elérnünk,
hogy az emberek már számoljanak különböző forgatókönyvekkel a fejükben, és az ember már csak olyan, még ha gyakorlatban nem is tesz semmit, de ha végig gondolja, hogyha majd úgy lenne, akkor majd azt csinálná, hogy, akkor ha belecsöppen ebben a helyzetben, akkor nem érzi magát annyira kétségbeesve, és nem fog annyira érzelmi alapon hozni meg rendkívül fontos döntéseket, jellemzően rosszul, amik aztán befolyásolják az ő életét is, meg a környezete életét is. Ha ezt sikerül elérnünk, akkor minden egyéb olyan dolog, ami mondjuk már a fizikai alkalmazkodás része, az már csak habatortán. Ez a legfontosabb. A mentális reziliencia, a belső ellenálló képesség, a rugalmas ellenálló képességnek a fejlesztése. Viszont mivel nem ez az első beszélgetésünk, én azért rendkívül sok, de tényleg sok ultrahang hallgatóval beszélgettem arról, hogy miközben hallgatják a műsorainkat, így mondjuk, hogy lejöttünk az életről, elkezdtünk nézni már vidéke, házat, meg menekülőpontokat, meg egyebeket, és a végén arra jutottunk rá, hogy apró homokszemek vagyunk egy nagy gépezetben, nem nagyon tudjuk, hogy mi magunk mit csináljunk, ezért arra jutottunk, hogy bízunk Istenben, aki hisz benne, az nyilván ezt érti, vagy keresünk valami fajta kapaszkodókat, de hogy itt tényleg az a legmegdöbbentőbb ebben, hogy emberi szinten nincs megoldás. És sokszor már, ha az ember szembenéz, meg elkezdi vizsgálni ezeket a helyzeteket, már attól bejöhet a szorongás, meg a pánik, és akkor én megértem azokat, akik azt mondják, hogy inkább szembe se nézek, mert legalább addig is jól érzem magam, és akkor ilyen carpe diem módon úgy csinálunk, mintha nem lenne holnap, de azt legalább jól éljük meg. Hát hedonizmussal sincs baj, szerintem. Itt mindent milyen alapon teszünk, és akkor ugyanez igaz a szelektív hulladékgyűjtésre is, hogy milyen, ha a világot akarjuk megmenteni vele, az frusztrációhoz vezet, de azért teszem, mert helyesnek tartom, és nem ártok vele senkinek, akkor meg jó. És a végeredmény szempontjából ugyanaz, de itt minden arról szól, hogy ez hogyan csapódik le az emberekbe. Azt nem mondom, hogy nem értem meg, hogy miért dugják az emberek homokba a fejüket, vagy éppen vissza oda, de ez egy szabad döntés, de azt is úgy kellene meghozni, hogy ugyanakkor vette a fáradtságot, és szembenézett azzal, hogy mi az a valóság, ami körbeveszi, és ez hova tartna. Ha ezek után dönt úgy, hogy visszadugja, hát akkor egy valid döntést hozott, de nem illúziókba kapaszkodott. És az, hogy nem néz szembe, hát bár az egy önálló döntés, de ebbe az irányba sodorja a folyamatokat. Tehát nem megoldásorientált szemléletben szocializáltunk, nem mi, generációkon át. Ez az egész modern civilizáció arról szól, hogy probléma, megoldás. És az is egy szintváltás lenne, ha el tudnánk fogadni, hogy vannak olyan léptékű helyzetek és problémák, amikre egyszerűen nincs megoldásunk. És ezeket el kell fogadni, és ez nem beletörődés, mert ha egyszerűen azért teszünk, hogy ne legyen a lehető legrosszabb, már az egy fantasztikus dolog és előrelépés volna. Gelencsér Andrásnak és Tumfbíró Barályosnak köszönöm szépen a beszélgetést. Mi is köszönjük, hogy itt lehet. A kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet, mindenkinek szép napot kívánunk még ezek után is, és mindenkinek kívánunk kitartást. Megérdemes talán tanulmányozni többek között Stumfbíró Balázsnak a Mély Alkalmazkodás Mozgalmát, a Betyáros Világ podcastjét, illetve akár a Kasszandra programot is. Úgyhogy érdemes felkészülni a jövőre. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra, viszonthallásra.